Én szervezetfejlesztőként is nagyon sok vezetővel vagyok hasonló kapcsolatban, és nagyon sok olyan téma jön föl egyébként a cégeknél is, ami a mesterelme alkalmakon. És igazából ez egy nagyon bensőséges és egy nagyon bizalmi kapcsolat kell, hogy legyen. Ezért nagyon fontos is az, hogy tényleg odafigyeljünk arra, amiről az adott mesterelmén adott vezető beszél. Jelenleg két mesterelme csoportot viszek, 2 milliárd pluszos csoportot. Nagyon kedves, nagyon jó fejcsapataim vannak. Én azt gondolom, hogy több év távlatában mondhatom, hogy nagyon sok vezető nem tudja megosztani azokat a dilemmáit, azokat a problémáit, azokat a kérdéseit, amik ők mondjuk mint vezetőt, vagy mint magát a vállalkozást érinti. És itt hasonló emberekkel, hasonló méretű vállalkozásokkal találkozhat, hasonló értékrendű kapcsolódásokat tud létesíteni, és gyakorlatilag így inkább ez egy közös gondolkodás lesz. Tehát én azt gondolom, hogy az az egyik legnagyobb érték itt a mesterelmében, az elmagányosodással szemben, hogy itt egy nagyon erős értékalapú közös gondolkodás van. Ezeknek a vezetőknek a legkevesebb az idejükből van. És én azért tartom a mesterelméket valóban sikeres dolognak, mert érzem azt, hogy akik jönnek mesterelmékre, ők készülnek. Tehát hogy nem csak az itt töltött idő az, amiben ők az idejüket beleteszik, hanem gyakorlatilag a felkészülésben is, hiszen tudják, hogy minden alkalomra kell hozni valami témát, kell készülni abban, hogy elő tudja vezetni, el tudja mondani, hogy konkrétan mi a kérdése az adott témával kapcsolatban, amihez a többiek csatlakozni tudnak. És azt gondolom, hogy az erre szánt idő az értéket teremt. Ezek a vezetők azért már gyakorlott vezetők, és azt gondolom, hogy külön felkészülést egyébként nem igényel. Tehát, hogyha megvan a nyitottságuk, megvan az, hogy ők is kíváncsiak a másikra, megvan az a fajta bizalom, hogy ő elő tudjon jönni azokkal a témákkal, amik valóban foglalkoztatják, azt hiszem, hogy kezdetnek bőven elég. Utána persze természetesen jó, hogyha ezekre a témákra felkészül, és úgy hozza ezeket a témákat, amikben már van annyi információ, hogy a többiek valóban tudjanak vele foglalkozni, illetve én nagyon szeretem a best practice-eket, azokat az alkalmakat a mesterelmén, amikor jó gyakorlatokat hozunk egymásnak, és a cégvezetők egy kis prezentáció keretében bemutatnak olyan dolgokat a többi cégvezetőnek, ami neki a vezetői munkáját segíti. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon értékes pontja a mesterelméknek, mert itt a HR kérdésektől, a szoftver kérdéseken egy csomó minden, de akár mint vezetőnek a stresszkezelés is előkerülhet, és szuper jó kis prezentációk szoktak lenni.